A paksi városi borversenyre két palack borral jelentkezhettek azok a paksi hegyközséghez tartozó szőlőterületen rendelkező borkészítők, akik fajtánként legalább 100 liter saját termésű nedűvel rendelkeznek. Az idén 4 bizottságban értékelték a nevezett borokat, a bizottságok poharaiba ez alkalommal összesen 136 minta került. Elégedettek vagyunk, mert nem az a cél, hogy sok bor legyen, hanem az a cél, hogy minél több jó minőségű legyen. És ugyanezt a tendenciát tartjuk a zsűrinél, hogy minél szélesebb látókörű, minél rafináltabb, gyakorlottabb zsűritagok legyenek. Barnabás István alpolgármester arról számolt be, hogy a verseny estején a Városbora címért nevezett nedüket is gorcső alá vették, amire az egykori és jelenlegi városvezetés tagjaiból összeállt grémium volt hivatott. A Városbora kiválasztásának évtizedes hagyománya van Pakson. A 10 év alatt egy folyamatos fejlődést tapasztalunk, és elmondhatjuk most már, hála Istennek, hogy Pakson is hát világszínvonalú borokat készítenek a borászok. Tegnap a fehérboros és vörösboros kategóriában is nagyon jó borokat kóstolhattunk. Tulajdonképpen rossz bor, gyenge minőségű bor nem is volt a felajánlott borok között. Fehérborba 6 mintát adtak le, vörösbe pedig 11-et. A fehérekből Hirci Ferenc 2015-ös évjáratú Chardonnay-ját választották, a vörösborok közül pedig Nepp Henrik, szintén tavalyi Cabernet Franc-ja lett a befutó. Mindketten rendszeresen megméretik boraikat. Otthon kóstolja az ember a saját borát, akkor nem mindig tudja eldönteni, mert a borok változnak, nem tudja eldönteni, hogy hétről hétre, hogy most fejlődött a bor, vagy visszafejlődött, vagy van-e benne elég kén, vagy nincs-e valami problémája a bornak, ami gátolná fejlődését. Ezért a megméretések ebből a szempontból nagyon jó. Ez mindig egy új erőt ad, hogy van értelme meg az egésznek, amit csinálok. Én élvezem, hogyha ez másnak is tetszik, de legfőképp én magamnak készítek. Ha meg más is örömet leli benne, annak még jobban örülök. A Városbora versenyben azok a gazdák vehettek részt, akik borukból fel tudnak ajánlani megvételre a városnak 350 palackkal reprezentációs célra. A másnapi eredmény hirdetésen a megtisztelő cím mellett a délelőtti mustra eredményeként 16 arany, 47 ezüst és 30 bronz minősítést adtak át, valamint 20 oklevelet.